Sziasztok, drága barátaim! Mikóci Ferenc vagyok. Ma ismét készültem egy villámtanítással, de még mielőtt becsapnánk, kérlek, gondolkodj el azon, hogy te már tudatosan élsz. Egyáltalán tudod, mi az a tudatosság? Vagy vannak a tudatosságnak szintjei? Jók a kérdések? Ha nagyon röviden és tömören akarnák fogalmazni, hogy mi is az a tudatosság, én azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy a tudatosság mindenképpen, mikor te magad a irányítása alatt vagy annak, hogy amit érzel, amit gondolsz, és ösztönszerűen ami jönne fel belőled, ezeket mind kontroll alatt tudod tartani. Te vagy az irányítója. És ezek felett felelősséget is válasz, bármi is történik. Tehát, aki felelősséget vállal, ő irányít. Tehát itt is te irányítod a hajód kormányát. Amilyen irányba akarod, hogy menjen a hajód, abba a irányba fog menni. Tehát tudatosság mindenképp egy áttörő rész. Mielőtt mélyebben kifejteném, hoztam ismét neked egy példát. Most képzeld el, akár ez a kisfiú, akinek ez a kis kütyüje, akár egy mobiltelefon, a kezében, és folyamatosan messengerezik, vagy bármit csetel, vagy bármit csinál vele, nincs ottan a jelenben, a pillanatban, mert el van foglalva a kis műszaki cikkével. Menet közben egy akna csatorna fedele valamilyen úton félre van csúszva, és beleesik a csatornába abban a szent pillanatban hidd el nekem, hogy ő a jelenbe tud lenni. Mert ki ment a gondolati síkból, abból a fejében való zűrzavarból, ami őt foglalkoztatta, és rögtön a jelenben van. Rögtön érzékeli a testével akár a vizes talajt, akár a fejét beleverte a -e aljába, akár bármi olyan részt minden tapasztal akár a sötétséget. Rögtön ott van összes érzékszelvével. Ezt hívják, hogy a élet valamilyen szinten kirántotta őt a jelenbe, berakta. Mondhatnám azt, aki már tudatosan él, és egyre magasabb tudati szinten van, ez a kis videó kering a YouTube-on, néz utána, mikor a fiatal ember saját testét nem kímélve, egy baseball meccsen, ahol a játékosnak kicsúszott a kezéből a baseballütő, és berepült a nézők közé. És tette a kezét a kisfiú feje elé, és ezáltal megvédte, hogy ne okozzon neki sérülést. Nézd meg a körülötte lévő embereket, mind saját magukat védték. A félelmükbe, ösztönösen a félelembe. Ő, egy bizonyos szinten már tudatosan él. Ő valahol felismerte a jelent. Ő ott volt a pillanatban. Tehát ha nagyon akarnám a két esetet ellensúlyozni, akkor ez az, amikor nem vagy a jelenben, és ez az, mikor teljes mértékben ott vagy, testben, lélekben, harmóniában, szellemben, mindenhol. A tudatosságnak különböző szintjei vannak. Nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez olyan egoszagú kicsit, hogy jó, akkor most ő lejjebb van, én főjebb vagyok, én középen vagyok, én hol kell. el. Ezzel ne foglalkozz. Legfontosabb az, hogy áttörd a legalsó szintet. Mi is az a legalsó szint? Mikor tudatára ébredsz, hogy mi az, amit eddig is gondoltál magadról, hogy az nem te vagy hogy amit gondoltál a világról, az nem az. Mikor felébredtél és látod összefüggéseket bizonyos fizikai törvények szerint, hogy mi miért történik, mi miért működik, és én azt mondanám, mint akár a kis csirke a tojásból, hogy benne van a tojásban, és semmi más nem lát, csak azt a burkot. Abban a pillanatban, amikor kitörte a tojáshéjat, és kikukucskált, kidugta a kisfejét, körülnézett, Úristen, itt nagyobb világ is van. Itt sokkal több van, mint ameddig én ezt magamról gondoltam. No, körülbelül ez az a áttörés, ez a legalsó szinten, mikor felébredsz saját magadba, hogy ki is vagy te valójában. Mi is a szereped a Földön? Miért vagyunk itt? Mi a szerepünk? Mi az opuszunk? Azután, mikor elmelkedsz, és egyre kíváncsibb vagy, hogy na, mit fog még neked hozni ez a tudatosság, akkor elkezdesz nyomozni, könyveket olvasni, YouTube videókat nézni, konferenciákra járni, egyre jobban bontogatod, és akkor egyre jobban keresed azok emberek társaságát, akik már felébredtek, akik már ebből a tojásfélból kitörtek. De itt is van egy veszélye annak, hogy te még csökönyösen ragaszkodsz a régi mintáidhoz, a szokásaithoz, paradigmáidhoz, akkor a szülői attitűdjeidhez, amiket elsajátítottál kiskorodba. Azokat viszed tovább. Felébredtél, de még mindig a régi mintáid szerint működsz. Ezek persze már zavarnak téged, mert fel is ismerted, mert önismeret útja az a legelső, mikor érzed magadról olyan dolgokat teszel, amik nem szimpatikusak másoknak. De viszont a másik is észreveszi be ezt benned, és hogyha persze jó a kapcsolatotok, akkor esetleg meg is mondja neked. Akkor vannak a különböző szintek, míg eljutsz odáig, hogy többnek érzed majd magad egy idő után, mint a rengeteg sok ember, aki már felébredt, vagy aki nem ébredt fel. Aki még nem tudatos. Ezt úgy hívják, hogy spirituális ego. Majd vannak különböző szintek, mikor a szeretet forrásához kapcsolódsz. Mikor majd úgy tudsz nézni és szemlélni dolgokat, hogy ítélkezés nélkül. Akár a másik emberben nem a rosszat látod, hanem a jót látod benne. Akár a másik embert nem minősíted, nem rakod fel valamilyen polcra, hogy te itt vagy, te itt helyezkedszel, te itt helyezkedszel. Aztán van olyan, amikor béke és harmónia van benned. Aztán van olyan, amikor mindenkit magadévá tudsz tenni. Mikor mindenkit elfogadsz olyannak, amilyen. Akár a környezetedet is, hogy mindig az történik veled, ami a legjobb. És ennek vannak különböző fokozata, és legmagasabb fokozatot mondanám, mikor megvilágosodsz. Itt említhetném akár Gandit, akár Buthát, Krisnát, bármilyen nagy tanítót, akik Isten igazából megvilágosodtak, és valahol a, az ember és a Isten valahogy, mintha összemosódott volna. Mikor nem volna kettő, mikor ez mikor ez, egy, ez egy, egy egységet alkot. Ezt nagyon kevesen tapasztalják, meg nagyon kevesen érik el itt fizikai síkon, mert ez nagyon hosszú távú folyamat. De most, ahogy a világ egyre jobban ébred, sokkal többen megtapasztalják ezt a érzést. Tehát ez egy kollektív tudat, tehát hatással vagyunk egymásra. És gondolom, te is, ha tudatos vagy, azokat emberek társaságát keresed, akik már ebben nyitottak, akik már egyre jobban ebben mozognak. És kérlek, itt is van egy veszélypont, én nálam is megtörtént, hogy csapdába estem. Ebben szerintem nem menjünk bele, majd egy későbbi videóban erről bővebben fog beszélni. Ha megvilágosodtál, útközben lesz egy csapda. De az egy olyan csapda lesz, amit magadnak kell felismerned senki nem fog rá rávilágítani. Jó, tehát most nézd meg magadba, hogy milyen tudati szinten vagy. Érzékeled a világot magad körül? Meg tudod fogni a kontrollt inger és válasz között? Mikor jön valami feléd, és nem reagálod le? Mikor a gondolataidot te irányítod? Mikor a ösztönszerű cselekedeteidnek uralma fölött vagy? Te tudsz uralkodni fölötte? Most nézd meg ezt magadba. Aki kezébe veszi a irányítását, az uralja az életét, igaz? Itt nincs jó vagy rossz. Velem sincs minden rendben, de aki most te ott nézel, veled sincs minden rendben, igaz? Tehát soha semmi nincs teljes mértékgel rendben. De ez így van jól, könyörgöm. Így van jól. Minden szenvedés oka a nem tudás. Hogy nem tudsz bizonyos dolgokat. És képzeld el, mikor megszerzed az új információ tapasztalatot, sokkal nagyobb halmazból tudsz dönteni az életed következő lépésén, igaz? Mert megélted, megtapasztaltad, megtanultad, de először magadévá kell tenned. Ezért jó, ha tudatos vagy, és figyelsz dolgokra, mert menet közben lehet, hogy az a vonat elmegy előtted, ha nem vette észre, mert benne ragadtál itt ahol a fiú a gondolat sűrűjébe. Mindenek előtt, ha tudatos vagy, akkor akár egy álomból le tudsz venni egy tanulságot. Akár egy megtapasztalásból le tudsz venni egy tanulságot. Akár az életedben jön egy olyan helyzet, amiből tudod, hogy annak a csírája neked üzent valamit. Vagy akár a másik emberbe észreveszed azt a morzsát, amit most pont ebben a pillanatban belét kellett építeni. Vagy akár olyan erős a intuíciód, hogy még mielőtt leesnél az aknába, megálsz az akna tetőfe előtt. És, és megállsz. Tehát annyira ki van élesítve intuíció, annyira kapcsolatban vagy mindennel. Ezek mind-mind-mind a te célodat szolgálják. Ha csak két területet említenék, és csak két területre kellene figyelned, lehet, hogy nagyon sok információt mondtam neked, akkor mindig tedd fel magadnak azt a kérdés vagy gondolkozz el azon, hogy vajon amit teszel, magadnak is kívánnád? Tehát azért mondom, soha ne tegyél olyant másokkal, amit saját magadnak se akarnál. Mert nagyon sokszor teszünk dolgokat, de ha mi velünk történne, az már nem esne jól. Vagy akár tanulj meg mindent átélni. Tanulj meg minden tapasztalás, rosszat, jót átélni. Ezzel az elfogadással, hogy átéled azt a rosszat is, rájössz arra, hogy minden belőled áramlik kifelé, majd valamilyen formában árad vissza hozzád. Amilyen érzéssel elhajítod, olyan érzéssel visszajön. Vannak olyan területek, lehet, hogy még nem tapasztaltál meg, tehát az élet nagyon sokszor újra visszadobja ugyanazt a labdát, ott még csiszolnod kell rajta, ott még tanulnod kell. Van olyan, amit már garantálom, most nem fog neked visszadobni, mert megtanultad. Minek fog téged ezzel fárasztani? De ha figyeled magadat, és olyan szinten figyeled magadat, hogy ezt észre is tudod venni, akkor ezzel közeljövőben nem lesz problémád. Soha senkinek ne kívánj rosszat, még csak gondolatba se. Még csak gondolatba se. Tehát ne csüggedj el, a tudatosságnak vannak különböző lépcsőfokai, valaki megtapasztal gyorsabban, valaki lassabban. De az életedben mindig minden akkor jön el, amikor megértél rá. Se nem előbb, se nem utóbb. Pont akkor, mikor azt az adott tudást be tudod fogadni. Ezért van az, hogy nagyon sokszor elolvasunk egy könyvet, egy öt év múlva más gondolat jön vissza. Vagy elmegyünk konferenciára, és a barátomnak más gondolat ragadt meg, mint nekem például. Érted? Figyel meg magadban, hogy milyen érzések vannak benned adott dolgokkal kapcsolatban. A érzés a legjobb kontrollégő. Akár az autóban a kis égő, hogyha nincs üzemanyag, vagy nincs elég olaja fékben. Ennyi volt mára. Bízom benned, hogy sikerült átadnom. És hogyha ebből egy kis morzsa megragad benned, akkor azt mondom, hogy te tudatos vagy. Tudod, hogy miért gondolom? Mert aki tudatos, az mindig tanítható. Mindig. Aki csak azt gondolja magáról, hogy tudatos, és nem tud új információt betani, bet, befogadni, az sose lesz tanítható. És sose lesz igazán tudatos. Csak az gondolja magáról. Jó? Hogyha tetszett a videón, kérlek küld tovább. Neked csak egy kattintás. Barátaidnak, ismerőseidnek. Lehet, hogy egy kis morzsa belőle sokat tud segíteni. Jövő héten újra itt, újra együtt. Addig is. Namaste.